Elrontotta a bajnokavatásra készülő Ibrányi a künnevi hangulatát a nagyecsed, ugyanis Ádám Róbert együttese kettő úrra nyert az éllovas otthonában. Szintén idegenbeli sikerrel három egyre zárult a nagyhalász Mándoki vendégjátéka. Két találkozó gólgazdag döntetlennel végződött, a Máté Szalka Gyula 4 -4 es 4-4-es, a Tuzsér Kemecse mérkőzés pedig 3-3-as eredménnyel zárult. Három csapat tartott otthon a három pontot, a Baktolórándháza Tiszavasvárit felte 4 a Szakolya a Tiszakanyár győzte le 2 a Sényű pedig a nyígyulajnál bizonyult jobbnak kettő egyre. Én rendkívül izgalmas mérkőzésen sikerült otthon megvernünk a Nyírgyulaj csapatát. Mondom úgy, hogy érzésem szerint lehetett volna ebből egy könnyű meccs is, de nagyon sok helyzetet kiadtunk, ami ugye ilyenkor megbosszult a magát egy szöglet utáni szituációban, majd tíz emberre fogyatkoztunk, de így is sikerült még egy gólt elérnünk, bár az utolsó 20 percben nagyon keményen kellett vérekezni, hogy meg tudjuk tartani ezt az egy gólos előnyünket. A tabella élén az Ibrányál 54 ponttal, megelőzve az 52 pontos, de egy meccsel többet játszó nagy a cseret. A harmadik sényűnek és a negyedik szakójnak egyaránt 46 pontja van. A 42 pontos Nyírgyulajt, a 41 pontos Tuzsér, a 37 pontos Máté és a 36 pontos Baktoló rendháza követi. Az alcsó régióban a nagyhalásznak 24, a gyulaházának 20 pontja van, a 15 pontos Kemecse pedig már kiesett a megyei első osztályból. A 29. forduló párosítása a következő, Máté Szalka Kemecse, Tiszavasvári Ibrány, Nagyacset Sényű, Nyígyulaj Szakoly, Gyulaháza Tiszalök, Nagyhalász Fehérgyarmat, Tiszakanyár Tuzsér és Mándok Baktalóránt háza.